Rendhagyó taggyűlésre várták a mosonmagyaróvári kertbarátok tagjait április 8-án hétfőn a Flash központban, ahol ezúttal dr. Árva Istvánnak tehették fel kérdéseiket. A tagok ezúttal főként a városfejlesztéssel kapcsolatos információk iránt érdeklődtek. Árva István a város közterületeivel kapcsolatban elmondta, hiába gazdag a város, végesek az önkormányzat lehetőségei, a legnagyobb problémát pedig ebben a szegmensben is a munkaerőhiány okozza. Azokon a felújított közterületeken, amit mi parkoknak hívunk igazából, vagy hát hasonló kialakításunknak, ott évről évre pályáztatjuk a közterület fenntartást. Most már nagyon régóta a Dzsungelország csinálja, tehát a kiemelt közterületeknek a karbantartását. Ezeknek most már egyre számosabbak. Nem olcsó ez a megoldás, de garantálja azt, hogy azok legalább nem romlanak le. Kérdések között szerepelt a járdák felújítási programja is. Árva István elmondta, jelenleg a járdák állapotának felmérése zajlik. A program keretében évi 100 millió forintból 2000 négyzetméternyi járdaszakaszt újítanak fel, ami idén megkezdődött az Erkel Ferenc utca posta felőli oldalának felújításával, valamint leszerződtek már a régi Vámház téren az egykori Aranyökör és a Bolyai Technikum közötti szakaszra. Emellé fog még 1600 négyzetméternyi járda megépülni az év végéig. Most csak példálózóan mondom, Alsó Ötház, Aranyos-sziget, Kadocsa utca, a Vackoróvoda előtte járda, Hanság utcában, Arany János utcában, Zurányi utcában, Pipacs utcában, a Várajai utcában, a Gazdász utca felüli oldalán, a Csaba utcán, és a Munkácsi Mihály utcán, amennyiben ez erre olyan árajánlatot kapunk, hogy belefér az előre meghatározott keretösszegben. A járdák felújítása mellett folytatódik a 6 éve elkezdett útprogram is, ami eddig 78 helyszínt érintett. A polgármester elmondta, az idei évben megújult többi között a Tímár utca, a Laktanya utca, a Huszárgál utca, valamint két csomópont, a Mosonyi Mihály és Aranyos-sziget utcák, illetve a Kapucinus és Pozsonyi utcák kereszteződése. Kérdések között szerepel továbbá a vásárcsarnok építése, amivel kapcsolatban Árva István elmondta, a jelenlegi pályázatból csak egy ilyen épületet tudnak építeni, a kérdés azonban az, hogy ki fogott árulni, hiszen a mosoni piacot is nehezen tudják árusokkal megtölteni. Szóba került a vasútállomás parkolója is, ami MÁV terület. Hiába ajánlotta fel az önkormányzat, hogy átveszik az üzemeltetést, erre nemleges választ kaptak. Mint a polgármester fogalmazott, sürgető a terület rendbetétele, hiszen a város egyik kapujáról van szó. A mosonmagyaróvári kertbarátok a jövőben is számos programot terveznek. Áprilisban Budapestre látogatnak majd a sziklatemplomba, valamint a tavaszkert dísznövény szakkiállítás és vásárra. Májusban pedig szintén, ha az idő is engedi, akkor elmegyünk egy kicsit kirándulni megint. Úgy néz ki, hogy Káptalan Tótiba elmennénk, megnéznénk a Liliumkertet, Liliumkerti piacot, és utána pedig a Jeli Arborétumot. A kertbarátok tehát számos programmal várja a régi és új tagjait a jövőben is, valamint készülnek az év legfontosabb eseményére, a termény- és virágkiállításra.